Sziasztok! Üdv újra a Kripto Akadémia YouTube csatornáján! A mai videómban a BTC-vel foglalkozok, és a BTC mellett egy picit kitekintünk a Nasdaq grafikonjára is. Megpróbálok hasonlóságokat vagy ellentmondásokat keresni a két grafikon között. Tartsatok velem a kis intro után jövök vissza. Még mielőtt a grafikonok világába kalauzolnálok benneteket, a hétfői streamenben tettem fel ezt a kérdést, hogy mit gondoltok ti, hogy új ajpont vagy egy új csúcs fog előbb következni a bitcoin ármozgásából adódóan vagy abból kifolyólag, és hát a válaszadóknak a többsége igaz, hogy csak egy picivel, de talán egy picivel többen vannak azok, akik inkább az új ajpontot támogatják, tehát lehet ezt egyfajta szentiment mérésként is felfogni, azaz ahogy a képernyőn láthatjátok a válaszadóknak 54%-a gondolta úgy hogy a bitcoin előbb egy új ajpontot fog kialakítani és csak utána fog menni egy új csúcsra Na hát nézzük meg, hogy mit gondolok erről én. Én nekem egyébként a személyes véleményem az pont az ellenkezője. Tehát én a kisebbség táborát erősítem, azaz szerintem, legalábbis a számozásom szerint előbb egy új csúcs fog következni, mint sem inkább egy új ajpont. De hogy hogyan is néz ki ez a számozás, ezt próbálom most itt tisztába tenni, vagy rendbe rakni. Ugye legutóbb is a streamben is arról beszéltem, hogy Elképzelhető, hogy ezt a számozásomat, amely azt feltételezi, hogy itt egy 1-es, 2-es, aztán még egy 1-es, 2-es hullám alakult ki a bitcoin piacán. Ezt újra kell gondolnom, át kell fogalmaznom és át kell számoznom. Az átszámozás az viszonylag egyszerű, mivel hogyha egy kicsivel nagyobb idősíkról próbálom meg ezt a, a grafikon szemlélni, akkor jó esély mutatkozik arra, hogy ez az egyes pont ez ide kerül föl, és ez a, a szerkezet, amivel az ajpontról, tehát a 15.000 dolláros ajpontról egészen 31.000 dollár környékére emelkedtünk, hogy ez egy 5 hullámra osztható szerkezet volt, és hogy ebből kifolyólag ez a mozgás a számomra kiadja az egyes hullámot, majd, hogyha ez készen lesz, illetve hát az egyes már készen van. Most annak a korrekciójában lehet az árfolyam, azaz ebben a kis karika római kettes hullámban. Na most hogyan is néz ki ez a a szerkezet, vagy hogy néz ki ez a dolog, és hol tartunk a trendbe, ugye mindig ez a legfőbb kérdés, ami bennem motoszkál, illetve hogy milyen korrekciós szintek jöhetnek itt számításba. Ugye már régóta berajzoltam ezeket a zónákat, most úgy tűnik, hogy ez a sárga box ez talán tartani tudja az árfolyamot, vagy legalábbis eddig úgy tűnt, de a mai nap ismét egy piros gyertyát kaptunk ide, és ez azt támasztja alá, hogy inkább negatív a hangulat, azaz inkább lefele kellene az árfolyamnak megindulnia, vagy, vagy haladnia. Ezt jelzi egyébként a kis mozgó átlagom is, ami, ahogy látjátok, szintén egy ilyen lassuló vagy lefele irányuló mozgást végez, ami szintén nem azt erősíti, hogy itt hatalmas vásárlói nyomás nehezedne a piacra. Na most, hogyha ezeket a dolgokat mind összeadjuk, akkor logikus következtetésként levonhatjuk, hogy a következő támasz zónánk az itt a 24-25 ezer dollár környéke, mégpedig len azért, mert hát itt, ahogy láttuk a főfele körben volt egy megtorpanás, és hát ezek a megtorpanások általában mindig azért következnek be, mert ott az árfolyam valamilyen akcióba kezdett, és itt alkalmas ez a zóna arra, hogy itt kialakuljon egy támasz. Ez a támasz egyébként ugye egybeesik ezzel a csúcsa, tehát nem csoda, hogy volt egy kis elakadás itt, amikor a fölfele menet volt. Szóval logikus következtetésként azt mondanám, hogy az első ilyen zóna, ahol ez a korrekció véget érhet, esetleg megfordulhat, az a 24-25 ezer dollár. Hogyha itt történne meg ez a fordulat, akkor ez ismét azt az 1-2-1-2 széria elképzelést erősíteni, amit épp az előbb töröltem le, de hogy én azt gondolom egyébként, vagy az a prognózisom, hogy az árfolyam nem fog megelégedni egy ekkora ritrésszel, tehát még mélyebb korrekciót lesz kénytelen elszenvedni a, a bitcoin piaca. Ahogy azt látjátok, itt megindult egy ármozgás az RSI-ben, és a mozgóátlagaink szétnyíltak, majd egy úgynevezett ilyen max open zárással, tehát amikor visszazár az RSI a lassabbik mozgóátlagára aztán onnan újra lefordul, ez általában az ötödik hullámokra szokott jellemző lenni, tehát hogyha most egy ötödik hullámban lehetünk, mondjuk ennek a szerkezetnek, hogyha ezt egy A, B és egy C szerkezetként számoznám be ezt a korrekciót, akkor ideális helyszíne lenne ez a, a hullám, vagy illetve ez a támasz zóna. Na de ahogy az előbb is mondtam, hogy ha ez a támaszunk elesik, amint 24 ezer dollárnál van, a következő szintünk a 20 ezer dollár. Ez a 20 ezer dollár, ez több szempontból is érdekes. Ugye ha emlékezzünk vissza, a 2017-es bikafutamnak a csúcsa az nagyjából a 20 ezer dollár környéke volt, de hát hol van, az már kérdezhetnétek. Nem is ez miatt jött nekem most itt a 20 ezer dollár a, a látómezőmbe, hanem inkább amiatt, hogy itt volt a negyedik hullám, vagy vélelmezhető negyedik hullámnak az utolsó fordulója, illetve aki mondjuk az SMC-ben hisz, mint, mint a trading stílus, akkor itt fellelhető, hogy remélem, hogy jól fogalmazok, bár ez a kereskedőnk Balázsnak a szakterülete, szóval itt van egy úgynevezett Per value gap, amiket vagy amit betölthetne a piac, illetve hogyha még ehhez hozzávesszük, nagyjából ebben a range-ben van a CME Futures grafikonján megfigyelhető vagy felelhető piaci rés is az árfolyam jegyzésbe. Szóval ez a 20-21 ezer dolláros range ez innen származik, és azt gondolom, hogy ehhez gyakorlatilag minden körülmény adott, hogy ezt a szintet újra meglátogassuk, és aztán persze majd jönnek azok a hangok, akik azt mondják, hogy a bitcoin halott, és a többi, és a többi, de én nekem a véleményem az, hogy ez még egy normális korrekció. Hogyha a korrekcióra Fibóval mérünk rá, és úgy próbáljuk meg felmérni, akkor azt láthatjuk, hogy ez a range, amit most itt jelöltem sárgával, ez a Fair Value Gap, ez a Fibó 61.8-nál van, ami ugye Fibonacci belső érték, ez egy nagyon fontos értéke a Fibogridnek, szóval minden adott ahhoz, hogy ez a, a tartomány megfelelő támaszként tudjon szolgálni az árfolyam csökkenésének. Aztán, hogyha itt leszünk, akkor ugye majd meglátjuk, hogy lesznek-e a fordulásra utaló jelek, tehát nem azt mondom, nem jóslás, ugye nem azt mondom, hogy itt meg fog fordulni az árfolyam, hanem hogy ide várom ebbe a tartományba, és megnézzük majd, hogy innen milyen akció fog következni kinek lesz igaza gyakorlatilag a szavazók közül, a többségnek vagy a kisebbségnek, azaz megyünk-e innen egy új ajpontra, vagy itt ebbe a sárga boxba megfordul az árfolyam, és új csúcsot alakíthatunk ki. Na hát, hogyha a, azt gondolom, hogy erre még azért egy párat még aludni kell, tehát ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni és egyelőre ott tartunk, hogy még ezt a narancsárga ellenállást sem vitt át az árfolyam. Aztán, hogyha ezt itt megtöri, ezt a szintet, akkor a következő szint, mint ahogy mondtam, a 24.600, és aztán szépen lassan elaraszolhatunk, eljöhetünk idáig. Egyébként az indikátoraimból nekem az a megérzésem, és azt tudom leolvasni, hogy a hangulat most egyértelműen medvés. És akkor kanyarodjunk a hagyományos piacok irányába, Ugye mindig is megfigyelhető volt az a koleráció a hagyományos piacok, illetve a kriptopiac között, és sokan ez alapján próbálnak meg tájékozódni, arra vonatkozóan, hogy hol is járhatunk a trendben. A legutóbbi alkalommal, amikor az MNQ grafikonjáról, azaz az Nasdaq grafikonjáról beszéltem, akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos szint, hogyha ezt fölé megyünk marginálisan, akkor a következő szint az a 12.280 dollár lehetne. Aztán, hogyha azt is megtörnénk, akkor a 16.600 dolláros szint lehetne a következő target, vagy a következő célpont. Na most ez a, a, a zóna, ez úgy tűnik, hogy működni látszik. Meghaladtuk ugyanezt az A csúcspontot, de csak éppen hogy, és az árfolyam rögtön egy korrekcióba kezdett. Korrekció, avagy új trend, avagy ennek a réginek a folytatása, nézőpont kérdése. A lényeg az, hogy most lefele mozog az MNQ, gyakorlatilag már két napja. A az indikátoromban megfigyelhető egy divergencia is, hogyha ezt berajzolom, az utóbbi három csúcs között egy nagyon szépen és könnyen felelhető divergenciát lehet megfigyelni, hogyha ezt átállítom feketére, akkor talán ti is meglátjátok. Tehát itt emelkedő csúcsokat látunk, itt pedig az indikátorban pedig csökkenő csúcsokat, ami egyértelműen azt vetíti előre, hogy ez a trend, ami itt, amit látható, ez fáradóban van, sőt, egész egyszerűen talán ki lehet már jelenteni, hogy akár meg is fordulhatott, és aztán ez adta a VIP-ben az ötletet sokaknak, hogy egy short pozíciót vegyenek fel. Apropó, hogyha ti is sortolni szeretnétek az MNQ grafikonját, ezt megtehetitek a Prime XBT tőzsdén, ahova kriptóval beutalva tudjátok mindezt megtenni, és ehhez még, hogy egy kicsit ösztönözzem a regisztrációt, a, hogyha mi kódunkat használjátok a regisztrációkor, amit itt a videó leírásában megtalálhattok, akkor 7% bónuszt is kaptok az első befizetésetekre. Hogy ez hogyan is működik, ezt majd be fogom mutatni egy kicsit részletesebb magyarázó videóban, amivel talán a héten, esetleg a jövő héten fogok jelentkezni. No, de hogy visszatérve az Ármozgásra. mi az, amit a grafikonról le lehet olvasni? Ugye az én meglátásom szerint a, maximumról, tehát az ATH-ról elindult egy korrekció egy ötös szerkezetben, ami a korrekciónak vélelmezhetően az A hulláma lehetett, majd ebből kaptunk egy ABC korrekciót, és most vagyunk a mostban, azaz most érte el feltételezésem szerint ez a C hullám a maximumát, és erről a maximumról Próbálna a piac a trendet, vagy ezt a korrekciót folytatni. Hogy melyik korrekcióról van szó, természetesen erről, amit itt ugye trendvonallal jelöltem. Na most egy hasonló trendvonalat be lehet rajzolni azoknak, akik mondjuk így hagyományosabb eszközökben hisznek, és nem hisznek a az Eliot elméletnek, vagy mindenféle ilyen hókuszpóknak. Tehát, hogyha trendvonal törésre tudtok pozícióba lépni, akkor nagyjából egy ilyen trendvonalat lehet megrajzolni, aminek a törése szerintem visszaigazolja azt, hogy ez a trend, amit itt fölfele tartott, ez kifáradt véget ért, és aztán elindul egy új trend lefelé. Ez a a korai belépő lenne, véleményem szerint ez a trendvonal. Ugye a csúcsról nekiálltak ugyan sortolni, de nekem ez nem a elemem, legalábbis nem ezen az idősíkon. Nem azt mondom, hogy nem lehet itt már sortpozíciókat pozíciókat keresni, de hogy ezen az idősíkon azt gondolom, hogy még nincsen egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a trend az megfordulhat. Ott a véleményem szerint akkor lenne ez visszaigazolva, hogy ezt a trendvonalat megtörnénk, esetleg visszatesztelnénk, és aztán onnan ismételten délnek fordulna az árfolyam. Na ez lenne számomra az a forgatókönyv, amikor naposan is azt mondom, hogy kicsit pessimistább lennék itt a piacokat illetően, és azt mondanám, hogy akkor a oké, itt már a bikák helyett a medvék irányítanak, tehát abszolút negatívba fordult át a piac. Összefoglalva, tehát naposon még nincs megerősítve az, hogy ez a trend ez megfordult, elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy erről a trendvonalról pattanunk, és meglátogatjuk ezeket a magasságokat is, és hogy megelőzzem a kommenteket, igen, most a, a, a Nasdaqnál a konklúzió az az, hogy nem tudok pontos árfolyamot jósolni, tehát mehetünk föl is, mehetünk le is, ezeket a... a leveleket meghatározva, viszont ti magatok is el tudjátok dönteni, hogy milyen irányba lesz célszerű majd kereskednetek, mert hiszen ez nem egy pénzügyi tanácsadás, ezért aztán nem is mondom azt, hogy ez vagy az vagy amaz fog történni fixen. Szóval ezt a grafikont, hogyha az MNQ-t kereskeditek, akár ti is magatokévá tehetitek, megrajzolhatjátok, és aztán innen azt gondolom, hogy ezekkel a, a kis Segítségnyújtásokkal pontosabb képet kaptok arra vonatkozóan, hogy merre célszerű kereskedni. Ne felejtsétek el azt sem, hogy kereskedni csak annyi tőkével szabad, amennyinek az elvesztése számotokra nem okoz különösebben nagy fájdalmat, hiszen ez egy olyan sportág, ez egy olyan üzlet, ahol senki nem tud biztosat mondani aki pedig azt állítja, hogy biztosat tud mondani, akkor hát vagy nagyon közelül a tűzhöz, mondjuk ő az MMB vagy a Fed elnöke, vagy pedig valamiféle varázsgömbből olvassa ki ezeket. És hogyha már a Fed elnökénél tartunk, a hétfői streamembe jött egy ötlet, és indítottunk erre egy szobát a Discord szerverünkön, amit a Discord szerver legalján találhattok meg. Gyertek és mondjátok el ti is, a kérdés az az, hogy mi lenne a ...kor, hogyha ti lehetnétek egy hétre, akár egy hónapra a Fednek vagy az MMB-nek az elnöke, mit csinálhatnátok, vagy mit tennétek? Gyertek, mondjátok el nekünk a legviccesebb történeteket, vagy a legviccesebb ötleteket, majd egy későbbi videómba beolvasom, és jót mulatunk rajta! No, köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi voltam mára, Találkozunk feletek, vagy találkozhattok velem holnap is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és persze lájkoljátok like a videót, és gyertek a Discord szerverünkre, és ott további a híreket és információkat kaphattok a piacra vonatkozóan. Szép délutánt kívánok nektek, sziasztok!